A húsvétot megelőző nagybújt utolsó hete a nagy hét, mely virágvasárnappal kezdődik és húsvét vasárnappal ér véget. A húsvéti szent három nap, nagycsütörtöki, nagypéntek és nagyszombati, valamint húsvét vasárnapi szertartásokról és liturgiákról tájékoztat a következő percekben főtisztelendő Román János, római katolikus esperes, a Nagybányai Szentháromság templom plébánosa. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és egy imádságos gondolattal fordulok főleg azok híveink felé, akik otthon vannak, betegek, idősek, és nem tudnak csatlakozni a Szent Háromnapnak a liturgiájában. Mi gondolatainkban és imádságainkban őket is felajánljuk a feltámadt Krisztusnak, és örülök neki, hogyha ez a műsor segíti őket lelki szempontból, hogy lelkileg feltöltődjenek. A székesegyházakban nagy csütörtök délelőtt tartja a püspök papjaival együtt az ünnepélyes krizma szentelő misét. A szent mise keretében a papok megújítják a szenteléskor tett fogadalmakat, és megszentelik a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templom szentelésnél használatos szent olajakat, illetve krizmát. A krizma katekumenek és a betegek olajának megszentelése ősi hagyomány, amiről már a 3. század elején tanúskodnak. A Szent Három Napnak a liturgiája gyönyörű. Gyönyörű. Nagy csütörtökkel kezdődik. Minden püspöki székesegyházban, és csak püspöki székesegyházban megtörténik az úgynevezett krizmaszentelési szentmise. Ez nagy csütörtökön délelőtt, amikor a püspök, mint az egyházmegye főpásztora, és a papok együtt miséznek. A szentmise keretében a papok megújítják a szenteléskor tett fogadalmakat minden évben nagy csütörtökön, azon a napon, amikor maga az Úr alapította a papság szentségét, mi ekkor újítjuk meg a papi fogadalmainkat. Ez a liturgiának egy különleges és nagyon szép része. A másik része az, amikor püspök, főpásztor és papok együtt szentelik azokat az olajokat, amelyeket használunk egy éven keresztül, a betegek kenetét, a krizmát, amit bérmáláskor használ a pap, illetve a katekumenek olaját, amely tulajdonképpen ördögűző olaj, és ezt is a keresztség szertartásában használjuk. Tehát ez a nagy csütörtök délelőtti program, de csak a püspöki székesegyházakban, semmilyen más templomban délelőtt nincsen liturgikus program, nincsen szentmise. A nagy csütörtök a gyásznapja, ezért csütörtök estétől szombat estéig elhallgatnak a templomokban a harangok, s legközelebb csak nagy szombaton szólalnak meg újra. A csütörtök esti szentmise az utolsó vacsora miséje. Aztán nagy csütörtök liturgiája este folytatódik minden plébánia templomban, és a szentmisének a lényege az tulajdonképpen az utolsó vacsora emlékére irányul, fókuszál, hiszen ekkor nagy csütörtök este Jézus együtt van apostolaival, és megalapítja az eukarisztiát, azt a szentséget, amelyet a római katolikus egyház, de minden katolikus egyház, illetve az ortodox egyház együtt ünnepel minden szentmisében. Előfordul az, hogy a liturgián belül több templomban bevezették, vagy már rég csinálják az úgynevezett lábmosás szertartását. 12 hívő ember valahol helyet foglalnak a szentély részében, ők képviselik az apostolokat, és a pap pedig Jézus Krisztus személyében, in persona Christi, megmossa az ott levőknek a lábát, ugyanúgy, ahogy ez történt az utolsó vacsorán, hiszen ezt olvasuk János evangéliumában. Tehát, hogy összegezzem, lábmosás szertartása, illetve az eukarisztia liturgiája az utolsó vacsora emlékére, utána következik az oltárfosztás. Arra emlékszünk, hogy Jézust elfogják a Getsemani kertben, ilyenkor felemelik az oltárokon levő terítőket, néhány helyen meg is mossák az oltárt, ahogy régen szokás volt, és ezzel az oltárfosztással tulajdonképpen kezdődik sok helyen az úgynevezett imádási idő,
kiteszik az oltári szentséget, és körülbelül 11-12 óráig szentségimádást tartanak sok templomban. Nálunk Nagybányán oltárfosztás után szentségítétel van, illetve szentségimádás csendben, 11-től 12-ig éjszaka pedig egy közös imaórát tartunk a fiatalokkal, és nem csak velük, hanem azokkal, akik szívesen csatlakoznak az egyház imájában. Azért tesszük ezt, hogy ne hagyjuk magára Krisztust. Annak idején 2000 évvel ezelőtt hát elszaladtak, elfutottak, és magára maradt az elárult Krisztus, de mi most ezt nem akarjuk, hogy így megtörténjen, hanem vele együtt virrasztunk és imádkozunk. Nagypénteken emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról. Nagypénteken az egyházban nincs szent mise. Nagypénteken ige liturgia van, áldoztatással, a csütörtöki misén konszekrált kenyérrel. Következik nagypénteknek a szertartása. Érdekes módon nagypénteken nem tartunk szent misét sehol. A nagypénteki szertartása az egy különleges szertartás, amelynek tulajdonképpen három része van. Az egyik az úgynevezett ige liturgia, amikor olvasmányokat olvasunk, illetve a pasiót, Jézus szenvedés történetét. Utána következik a 10 ünnepélyes könyörgés, vagy az egyháznak az imája, 10 szándékra. Hát mondhatnánk azt, hogy a szívünk, fájó szívünk legmélyéből fogalmazzuk meg ezeket a fohászokat. Utána következik a Szent Keresztnek a leleplezése és a kereszthódolat, a Szent Keresztnek a megcsókolása. Íme a Szent Kereszt van rajta függött valaha a világnak váltsága. Ezt a szöveget intonálja a pap háromszor, és utána a hívek a Szent Kereszt felé jönnek, és hódolatokat nyilvánítják előtte. Azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi liturgia. Zárójelben mondom, hogy valamikor a IV. Században, a 300-as években egy Egeria nevezetű hölgy azt mondja magáról, hogy ab extremis teris, azaz a világ végéről, valószínűleg Portugália vagy Spanyolország területéről, elzarándokolt a Szentföldre. 370-380-as években, és ő vezetett egy naplót. Ez az úgynevezett Egeria naplója. Nemrég fedezték fel ezt az írást, körülbelül 200 éve, vagy annyi sem, és az a lényeg, hogy ő a naplójában, Egeria leírja a nagy hét liturgikus programját. És az a csodálatos, hogy a mostani, a 2000-es éveknek a liturgiája szinte egy és ugyanaz, mint az a liturgia, amit annak idején Jeruzsálemben végeztek. Tehát maga a kereszthódolat, azt tudjuk, hogy a mártírium, vagy a Ecclesia Maior-t mond ő, ott, ahol Jézus keresztre feszítették a Golgota oldalán, ott tartották ezt a kereszthódolatot, és mindig Jeruzsálem püspöke kihozta a Szent Keresztnek az erekjét, és az ott levő keresztények megcsókolták. Na, ugyanezt tesszük mi is. Tehát ez egy gyönyörű, szép liturgikus momentum, drámai is, de valahogy meg akarjuk mutatni tiszteletünket az élet és a halál, vagy illetve az élet fája iránt. Mert tulajdonképpen össze van kötve ez a fa, a keresztfája, az élet fájával, azzal a fával, amelyről a Teremtés könyvében olvasunk. Tehát a kereszthódolat után következik az áldoztatás, ekkor kedves hívek jönnek újból a szenté felé, szent áldozáshoz járulnak, és azt a konszekrált ostját használjuk, amelyet előző nap nagy csütörtökön konszekráltunk. Következik utána, és ez egy gyönyörű, szép hagyomány, nem mindenhol a világon, hanem inkább az osztrák-magyar monarchia területén a Szent Sírnak a megnyitása. A szertartás végén a pap és az asszisztencia a templom egyik mellékoltárához vonulnak, és ott megnyitják ünnepélyesen a Szent Sírt. De most ez is visszamegyen a jeruzsálemi liturgiára, hiszen ott is volt egy mártírium, a nagy templom, illetve az Anasztázis, a feltámadás temploma, és annak idején a jeruzsálemi püspök a keresztfáját
átvitte a mártíriumból, átvitte az Anasztázis templomba, és tulajdonképpen ezt a fajta processziót, ezt a keresztfának, ezt az átvitelét a feltámadás sejére, ezt jelképezi a mai liturgiában is, ez a nagypénteki szertartás, a Szent Sírnak a megnyitása. Különböző plébániákon más időpontban tartanak keresztutat, nálunk pénteken 11 órakor, más helyeken délután 3-kor, vagy este 6 órakor, és tulajdonképpen a keresztút és a nagypénteki szertartás így egy egységes egészt alkot, a nagyszombati szertartás pedig nálunk a városban, tudomásom szerint minden templomban este 8 órakor kezdődik, és hát ez a keresztény liturgiának a csúcspontja. Nagyszombaton nem tartanak szentmisét, a következő mise általában éjfélkor kezdődik, de egyes egyházközségekben hajnalkor, ez a vigília mise. Következik a nagyszombat, amikor nem történik semmi. Mély gyásznap, és semmilyenféle liturgikus programot nem tartunk. Az egyetlen liturgikus program az tulajdonképpen a feltámadási szertartás.